Sziasztok! Szeretném bemutatni a új 690-es Enduro motor, a Krillmeier Gábor, többszörös magyar bajnokot. Gábor, te tudod lépőt, hányszoros magyar bajnok vagy? Elkezdtem számolni, de nem emlékszem, hogy megnyitottam, de... Hogyha én mondjuk tippelek, csak úgy hasra ütök egy, hogyha összeszedünk minden, Supercross, Terem Enduro, Dombok királya, Motocross Enduro, ilyen 20-25, tehát cséges, nem nagyon tévedek akkor. De most már csak így az öreg fiúkban gyűjtögetek, mert a hobbi átvette a szerepet, és nagyon szeretem motorozni mindig, de nem úgy ez a szerelmem el. És így most vicces volt, hogy kijöttem egy ötletet, és megjelenik egy 690-es Enduro, amiben a lóerő az van bőven. Tehát így fölfej nem kell gondolkozni, hogy visszaváltsak. A súlya mondjuk egy crosshoz képest, ez a plusz 40 kiló, az mondjuk nem annyira szerencsés a homokos mély kanyarokban, viszont az egyenes futása, meg a kényelme, a menet komfortja az nagyon jó. Mondom, ami egy picit furcsa, ugye a homokon az ABS, ugyanez, mint a nedves téri utakon, amikor rászórják a szóróanyagot, akkor a motoroknak és az autóknak sem igazán tud működni az ABS-en. A motorrál szerintem ez a homokon van így. Tehát ez megnehezíti mondjuk a jutást egy ilyen mélyebb gomba, főleg gombol lefelé, tehát itt van egy olyan hely, ahol küzdött emberek. Amúgy viszont egy nagyon is kedves motor. Tehát ennek az elődjével még mentem az Erzbergot, de van egy ilyen teszt alkalmával, azzal nem tudtam bekanyarodni ott sem. Ez jóval valahogy több súlyosztás lett, és így azt gondolom, hogy a kanyarokban ez előnyére vál. Bocs, hogy szabadba vágok, hát nem véletlen, hogy kihoztam neked a 690-est. Itt van mondjuk a 450-es crossmotorod, amivel már többször nyertél magyar bajnokságot. Mindig azt mondtad, hogy egy kicsit gyönge. Hát gondoltam, hogy ha ez a majdnem 70 lóerő kevés, akkor kihozunk egy 81 lóerős motort, az talán elég lesz gombra fölfelé. Igen, ezzel nem volt problémám tényleg. Én jobban féltem tőled. Az első körökben a Mantinek mentem, akkor szokatlan volt, hogy egy kicsit föl akart állni, de hogyha gázt ott tartom, akkor viszont már baráti a viszonyunk. Tehát ez egy fontos dolog, hogy nem szabad elengedni a gázt. Ez mind ott kellett egy ilyen kis folyamatos gáznak, és így hiszen ilyen hosszú távú túrázással is, hogyha mondjuk az ember betér meg egy vibrátor, akkor sincs baj, mert a fölfelét elküldtem annyival, mert arra jártam, és teljesen jól viselkedett. Tehát nem volt olyan érzésem, hogy puha lenne, se az, hogy kemény, utána meg nyugodtan tudtam állni az ülésen, és mindegy, szóval nem volt rossz. Egy kedves csalódás volt. Nem tudom, hogy emlékszel rá, volt 2015-ben egy ilyen hasonló motorunk, és itt voltunk Pilis-Csében, és akkor mentél a cross pályán, meg a régi cross pályán, ami most teljesen át van alakítva, és ami teljesen át lesz alakítva, egy teljes új arculatot kap. Akkor mértük az idődet, és körülbelül ilyen 5 másodperccel mentél egy ilyen 690-es Enduroval lassabbat, mint a saját cross motoroddal. Emlékszel még rá? Igen, az egy nagyon nagy élmény volt. Az egy ilyen Dakar rampa, ami felkészített motor volt. Annak azért jóval stabilabb volt a futóművet, tehát az szerintem az inkább a crosshoz hasonlított. Ott csak a plusz súlyjal kellett megküzdeni, és a lóerővel ott sem volt probléma. Tehát az is úgy ment fölfelé, hogy így volt időm azon gondolkozni, hogy és ugye nem küzdenem kellett a motor, hogy egyenesen menjen, hanem csak a következő kanyarra kell koncentrálni, tehát az egy kis előnyt hozott a többi cross motorhoz képest, amivel azért az egyenesekből is van mit tenni. Ami megdöbbentő volt számomra, mondjuk én meg egy cross motorral is igazán tudom megugratni, az a dombot, mikor ugrattad lefelé, az egy elég komoly domb és elég ugrató, mikor ugrasz valójában a levegőbe, a semmibe. Nem beszélve arról, hogy egy-két igazán komoly profi versenyző törte magát már ezen az ugraton, és te megugrattad, emlékszem rá, a 690-es Enduroval. Nagyon jó volt a futóművel. Amúgy annak az a nehézség az ugratónak, hogy az ember jön a hegyről, és a szemközti hegyet látja csak. Tehát azt, hogy hova fogok érkezni, az nem. Hát, azért nem szokták odébb rakni a pályát szerencsére, és jó helyre érkeztünk. Hát igen, akkor vakon ugrat. Abszolút. Még egy utolsó kérdés, ha összehasonlítod a két motort, körülbelül mi a különbség, vagy mit érzel másnak? Mondtad ezt a súlyt? Mondjuk, hogy a
lábát a körtével hasonlítjuk össze, mert ez egy kimondottan crosspályára készített motor, ez meg egy inkább enduróra. Ezzel enduró pályán vagy ilyen hosszú úton az ember kihullan a haja, mert szétrázza magát. Ez inkább a gödröket nagyon jól kiveszi, és ilyen kényelmes érzést ad, ez meg inkább a dinamikájával kompenzálja. De hát ezért a kispálya az egy dinamikus igénybevétel, ez meg egy inkább hosszú távú, egy sokkal folyamatosabb igénybevétel. Ez arra tökéletes, ez erre tökéletes, de ezzel is el lehet motorozni, ezzel a hosszú távon nem mennék el, tehát mondjuk az biztos. Egyetlen egy dolgot mondanák, ami mondjuk a előnyére szól ennek a motornak. Persze ez egy hosszú távú utcai enduro, amivel lehet terepen is motorozni, de ami a óriási dolog, a szervizigénye ennek a motornak. Múltkor összeszámoltam, hogyha egy ilyen normális endurónak, mondjuk egy ilyen 450-es endurónak, ami mögöttem áll, elnézést, valaki megtalál. Összehasonlítsuk a szerviz igényét egy ilyen majdnem 10.000 kilométerig, akkor erre elszervizelünk durván ilyen 6.500 eurót. Itt meg csinálunk két szervizt, ami mondjuk durván 200 euróba. Gábor, nagyon szépen köszönjük az idődet, energiát, még egyszer. Ciao.